Ez a bájos kis fehér ugráló állat a sarkiróka, melynek ismert még a kék, az a szürke és a szürkésbarna változata is. A világ északi tájain zord magas hegyek körülményeihez adaptálódtak. A skandináv térségben azonban mára már olyan kicsire zsugorodott a sarkiróka populáció, hogy csak emberi segítséggel tud fennmaradni. Az ember érdeklődését az állatok bundája miatt keltette fel, ezért a 18-19. Században előszeretettel vadázták minőségi és meleg bundák előállítása véget. A skandináv természetvédők felismerték a drámai helyzetet, 2005-ben hozták létre a sarkirókák megmentését célzó természetvédelmi kezdeményezést. A program eredményeként a 40 szabadon élő egyet számot mára már 550-re növelték, de a tudósok számítása szerint még körülbelül 25 év az áhított cél elérése, hogy több mint 2000 sarkiróka éljen a területen.